Úgy tűnik, a junior válogatottat EB ezüstig vezető, jelenleg az Audi Eto utánpótlás szakmai igazgatói posztját betöltő Róth Kálmán ezúttal sem lesz a női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Kedden ugyanis a szövetség elnöke Vetés Iván elismerte, három lehetséges jelölt van a posztra. Az egyik a játékosként világválogatott Kovács Péter, aki legutóbb a román Vülcseát irányította, de dolgozott a török szövetség szakmai igazgatójaként is. A másik a már férfi és női vonalon is kapitánykodó, utóbbit a pekingi olimpián negyedik helyi kormányzó Hajdú János. A harmadik pedig az Audi Eto nyáron igazolt norvég beállósának Heidi Lökének az élettársa Karl Erik Böhn, aki legutóbb a Larvik együttesét irányította, ám onnan a télen távozott, és akinek a neve annak idején pletyka szinten a zöldfehérek vezetőedzőjeként is felvetődött. Kérdésünkre, hogy elfogadná a magyar szövetségi kapitányi pozíciót, Böhn készséggel válaszolt. Ha a Magyar Szövetség megkeres, természetesen elfogadom a felkérést, mondta Böhn, majd hozzátette, az első puhatolózó beszélgetés már meg is történt. Ahhoz azonban, hogy kapitány legyen, rengeteg plusz információra van szüksége. Ugyanakkor hozzátette, kapitányként elsődleges célja, hogy a világ legjobb három csapata közé vezesse a mieinket. Amennyiben Böhnre esik a szövetség választása, az sporttörténelmi lenne, hisz még soha nem irányította külföldi szakember a válogatottat. A szövetség elnöke augusztus közepén, szeptember elején nevezi meg az új kapitányt.